Első úticélunk az ókori Róma volt, gyönyörű látnivalóban volt részünk. Majd elutaztunk Pizzába, a gyönyörű szép látványos városba, ahol a pizzai ferdetornyot fogjuk megtekinteni. De először is nézzünk körül abba a szobába, ami dohányzó De szoba. miért itt akkor valami ilyen, mert látom, hogy ott élsz. Dohányzó szoba és egyben fürdőkád, masszázsos, minden. Akkor nézzük meg a szobát. És a fürdőszoba igen, egyben toalett. A gyönyörű szép fürdőkád, ami egy zuhany rózsába torkollik. Mellette a bidé, ha okádnunk kellene, és a csap. És a... Már végeztünk is a fürdőszobával. Az iszonyú nagy folyosó elő szoba, már annak is vége. Jó napot kívánok, önki tetszik lenni. Én vagyok a takarító. Takarító és a látványos nagy velencei márvánnyal kirakott pizzai szoba a törésmentes tükörrel, és a, ennyi. Ennyi a szoba. És most nézzük meg a festői látképet pizza nevezetességeiről. A legmagas, a szálloda leges, legmagasabb szintjén kaptunk szobát, tehát a kilátás az fenséges. Előtt is nézzük meg az utcát. Igen. Hát egy kicsit olyan belső udvarosra sikerült, de még azért elfogadható, főleg ezekkel az ipari szekrényekkel, ami itt van szembe a szembelévő házon, amit ugye látunk, mert ugye semmi más nem látunk, csak a szembelévő házat, meg a kirakott ruhákat, ahogy szárad. Nagyon szépen köszönöm, viszontlátásra. Hát ennyi pizzáról.